első vizerflight 2007-ben szállt fel a kolozsvári repülőtérről, és a több mint 7 millió utas szállítottuk alacsony vitelnyi útjainkon. Csak az első 5 hónapjában 2017-ben közel 200 utas szállítottunk, ami mintegy 46%-os növekedés jelent éves szinten. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt lehetünk, és ünnepelhetjük ezt az emlékezetes mérföldkövet a repülőtér történetében, és az, hogy ahhoz az 1 millió utasos mérföldkőhöz mi közel 700 ezer utassal járulhatunk hozzá, óriás büszkeséggel tölti el a Wizzert és minket. Az elkövetkező időszakban milyen tervek vannak, ami a Wizzert illeti, természetesen a kolozsvári reptér kapcsán? A Wizzert növekedés, a konzisztencia is erős. 2016-ban adtuk hozzá az 5. bázis repülőgépünket a kolozsvári repülőtéri flottához. 2017-ben is márciusban egy 6. gépet adtunk hozzá a flottához. De ezek jól jellemzik azt, hogy mennyire elkötelezettek vagyunk a reptér, mennyire elkötelezettek vagyunk a régió iránt. Bár a jövőbeni növekedésről nem spekulálhatok, nem mondhatok részleteket, azt meg tudom erősíteni, hogy folyamatosan nézik a kollégák az üzleti lehetőséget, és hogyha látunk további növekedési potenciált, akár egy specifikus út esetében, akkor a csapat át fogja gondolni, és szükség esetén hozzá fogja adni a folyamatosan növekvő hálózatokhoz.